Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2024. július 12-én péntek este 7 órától. Táncház és kézműveskedés a Hagyományőrzők házában. Táborozó gyerekek vették birtokukba a Kunszt utcai épületet. Nőtt az utazási kedv. A kedvenc úti cél még mindig Törökország, Görögország és a horvát tengerpart. Harc a szúnyogok ellen. Mit tegyünk a vérszívók ellen otthon? A héten zajlott a gyerekek körében oly népszerű Kalocsai Hagyományőrző Egyesület nyári tábora. Az ötnapos foglalkozás során egyebek mellett táncház és kézműveskedés várta a táborozókat. A legnagyobb melegben is rendíthetetlenül ropták a gyerekek Herceg Magó Marianna és Herceg Gábor irányítása mellett a Hagyományőrzők házában. Stábunk csütörtök délelőtt látogatott el a táborba, ahol egész héten a népi kultúrával, a népművészettel ismerkedtek a kicsik. A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület már 6. éve tart hagyományőrző napközis tábort a gyerekeknek. Azért napközis tábor, mert nekünk itt alvási lehetőségünk nincs, de attól függetlenül úgy érzem, hogy nagyon népszerű, és egész héten népművészeti kézműves dolgokkal foglalkozunk itt a gyerekekkel. Délelőtt vannak a kicsit kötöttebb foglalkozásaink, napi háromszor étkeznek a gyerekek, és ebéd után van egy kis relaxáció, egy kis megpihenés, megnyugvás. Ekkor van a meseszínház, amely az egyik nagy kedvenc. A gyerekek a mozgalmas délelőtt után szívesen pihennek meg a hűvös teremben, hallgatva a varázslatos történeteket. A programokat az Egyesületből önkéntesek segítették. Délutánonként Vörösné Farkas Anikó hímezni tanította a táborozókat, Tótné Ági pedig a kalocsai motivumok színezését mutatta be. Zsebkendőket szoktak általában hímezni, azért népszerű a zsebkendő, mert azt utána elvihetik magukkal, és a nagymama otthon mindig segíteni szokott befejezni a hímzést. Illetve hát a tánc, természetesen néptáncos programjaink is vannak, népdalokat is tanulnak, és hát az alaplépéseket. A tegnapi nap pedig egy szenzációs nap volt, tegnap voltak itt a gerjeni vendégek, 60 gyerek volt itt a házban. Képzeljétek el, hogy az embernek könnybe lábadt a szeme, amikor együtt énekelt a 60 gyerek, zenéltek, és énekeltek együtt, és az olyan csodálatos volt, hogy én azt hiszem megérintett mindenkit. A gyerekek számára nagy élmény volt ez a hét, sok érdekes dolgot próbálhattak ki, és tanulhattak meg. Harmadszorra vagyok itt ebben a táborban, tetszenek nagyon ezek a foglalkozások, szoktunk varni, hímezni, tojást festeni. Az Egyesület évek óta pályázatoknak köszönhetően több turnusban tudott szervezni tábort, viszont az idei nyári szezonban sajnos a támogatás hiánya miatt csak egy hétre tudta fogadni a táborozó gyerekeket. Tavaly óriásit robbant a turizmus, az eddigi adatokból pedig úgy tűnik, az idei év még inkább az utazóknak kedvez. A magyarok kedvenc úti céljai az évek alatt nem változtak. Törökország, Görögország és a horvát tengerpart a legkedveltebb nyaralóhelyek. Hazánkban pedig az aranyhomokos Balatonhoz látogatnak a legtöbben. Egy kutatás szerint a magyarok többsége júliusra tervezi a nyaralását, 58% belföldre, 27%-uk pedig külföldre utazik. Három nyaralás típus dominál az idén is, 35% családdal utazik majd, lehetőleg tengerpartra vagy természet közelbe. A bulizós nyaralás csak a válaszadók 3%-a tervezi, wellnessbe 16%-uk megy. Az idei évben is az elmúlt tendenciákat követve újra Görögország és Törökország áll a repülős úti célokban az első helyen, mindenféleképpen Spanyolország, illetve szigetei még, Kanári, Majorka, amit tudunk kínálni az utasoknak. Egyéni úti célok továbbra is Horvátország, Bulgária, illetve Albánia, ami bekerült most már az egyéni utasoknak az úti céljai közé. Ha nem szervezett út mellett döntünk, jó tudni, hogy kifoghatunk igazán olcsó lehetőségeket is. Ugyanúgy, ahogy minden másnak emelkedtek egy kicsit az árak. Azt gondolom, hogy nem számottevő, tehát igazából megfelel az összes többi
életünkben fellépő árdrágulásoknak, bár igazából az idén is az járt jól, aki nagyon korán tudott foglalni, tehát az előfoglalási időszakban még január, február, március hónap folyamán, aki tudott foglalni, az gyakorlatilag még tavaly árakon utazik az idén is. A szezonális nyaralások mellett egyre nagyobb teret kapnak a körutak, rövidebb, egy-két napos kirándulások is. Sokan nem mennek hosszabb időre nyaralni, inkább egy ilyen rövidebb és olcsóbb megoldást választanak. A legkeresettebb belföldi úti célok pedig eddig Siófok, Szeged, Hajdúszoboszló, Eger, Gyula, Balatonfüred, Budapest, Hévíz, Pécs és Balatonlelle. Hát a Balaton az örök kedvenc maradt szerintem, ugye a magyar tenger igazából kisgyermekesek részére mindenféleképpen az egyik legeslegjobb úti célnak számít. Vannak elérhető részei is, ugye nagyon sokféle és nagyon sok árkategóriával létezik ott Szellesely, ezért én azt gondolom, hogy mindig is az marad a magyar családok első számú belföldi nyaralóhelye. Bár még mindig a klasszikus tengerparti nyaralások vezetik a listát, a Covid után újra egyre többen nyitnak a távolabbi úti célok felé is. Én azt gondolom egyébként, hogy vannak olyan úti célok, főleg az Égei-tengeri szigetek, illetve Törökország, akár Egyiptom és Tunézia, ahova sokkal jobb, hogyha szeptember-október hónapban utazik az ember, mert a víz még meleg, a hőmérséklet még kellemes, viszont már nincsen az a nagyon, nagyon nagy hőség, illetve a családok egy picikét kevesebben vannak már ugye az iskola miatt, akik nem indulnak el, tehát aki teheti, vagy az idősebbek, vagy a fiatalabbak, a gyermek nélkül utazók, én mindenképp azt javaslom, hogy szeptember októbert használják ki, mert szerintem Európában is a legjobb olyankor utazni. Mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy ne legyen annyi szúnyog a házunk udvarán. Érdemes átnézni a területet, hol áll meg a víz, illetve megszüntetni az edényekben, vödrökben, akár kint hagyott gyerekjátékokban pangóvizet. Akár egy pohárnyi vízben is több száz szúnyog fejlődhet ki egy hét alatt. A csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek, ezért tévedés azt gondolni, hogy csak a tavak, folyók árterében szaporodnak a szúnyogok. Több gyakori szúnyogfaj lárvája a ház körüli kisebb, nagyobb vízgyűlemekben, vízesedényekben fejlődik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ehhez egy plakátot is készített. Ezzel igyekeznek felhívni a figyelmet arra, mi is tehetünk a szúnyogok számának csökkentéséért. Ezt a felhívást pedig az önkormányzatok is megkapták. Akár egy pohárnyi vízben is több száz szúnyog fejlődhet, a nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt is végbe megy a szúnyoglárvák fejlődése. Érdemes tehát csak a legszükségesebb helyeken vizet hagyni. Az udvaron tárolt vödröt, kannát, gyermekjátékot felfordítani, hogy azokban az esővíz ne tudjon összegyűlni. De az állatok ivóvizét sem elég újra tölteni, fontos, hogy rendszeresen cseréljük azt. Természetesen az önkormányzat továbbra is megteszi a szükséges lépéseket a szúnyogok gyérítésében. Földi úton történő szúnyoggyérítésre ezen a héten is sor került. Egy napra ismét a szórakozás és a gasztronómiáé volt a főszerep Fogtön, ahol július 6-án szombaton a sportpálya és létesítményei adtak helyet a település legnagyobb közösségi eseményének, a falunapnak. A színes programsorozatban ezúttal is helyet kapott a tarhonyás ételek főzőversenye, amelyen még desszertek is készültek a legendás tarhonyából. Igazi családi program várta a kilátogatókat szombat délelőtt a Fogtői sportpályán. Volt itt mindenféle szórakozási lehetőség a gyerekek számára. Az egész nap ingyenesen használható óriás buborék, a körhinta, a kicsiknek szervezett programok még a távolabbi településekről is vonzották a családokat. A főzőverseny csapatai reggel 9 órakor gyújtottak a bográcsok alá. Az alkalmi szakácsok a hagyományokhoz híven a tarhonyás ételek retro és újra gondolt változatainak elkészítéséhez fogtak. 9 csapat nevezett be, viszont vannak, akik a különlegességben nem, ellenben van, aki csak a különlegességben nevezett be, úgyhogy annak a kóstolása már megtörtént, ott 6 ilyen tarhonyás különlegesség készült el, és most várjuk a mindenféle húsos, tarhonyás, pásztortarhonyás ételeket. A 12 órakor kezdődő ebédkor már a tarhonyás ételek főzőversenyének 3-tagú zsűrije is döntésre jutott. Az első helyezést a Haverok Matyi csapat marhalábszár pörkölt tarhonyával étele érdemelte ki. Tarhonyás desszert kategóriában a legjobb Bolvári Mirella citromos álom édessége lett. Az egész falut megmozgató, a távolabb élő rokonságot hazacsalogató, barátokkal, érdeklődőkkel kiegészített nagy rendezvény résztvevőinek száma a délutáni, esti órákra érte el a csúcsot, a napnyugta utáni koncerteken már több mint 500-an szórakoztak. Szombat délelőttől ismét a motoroké volt a főszerep az érsekkertben, ugyanis július 6-án tartották meg hagyományos vezetéstechnikai és családi napjukat a kalocsai kéklovagok. A 9. alkalommal megrendezett program nem csak a képzésnek, hanem egy kiváló hangulatú közösségépítő találkozónak is teret adott.
Szemedgyönyör köttető kétkerekűekből ezúttal sem volt hiány a kalocsai kéklovagok, azaz a Blue Knights LEMC Hungary 3 kalocsa rendezvényén, amely nem csak a motorosokat, hanem az érsekkeltbe kilátogató családokat is a parkolóhoz csábította. A résztvevőknek a Báskiskunvár megyei rendőrfőkapitányság motoros rendőrei tartottak képzést, akik az elmélet mellett gyakorlatban is bemutatták a legfontosabb tudnivalókat. Ugyanis, mint Eperjesi György, a szervezőklub elnöke rámutatott, hisznek a folyamatos tanulás fontosságában, amely a motorosok segítségére lehet az utakon. A csapattal úgy döntöttünk, hogy visszanyúlunk a kezdetekhez, hogy hogyan is kezdődött az egész 2016-ban. Így a rendezvénynél is egy kisebb volumenű dolgot álmodtunk meg, egy vezetéstechnikai oktatást és családi napot, és azokat a velünk együttműködőket hívtuk meg ismét, akikkel valamikor annak idején elkezdtük, így a Kalocsai Városi Rendőrkapitányság közlekedési osztályának dolgozói segítenek benne, a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság rendőrmotorosai segítik, ők vezetik az oktatást, és oktatnak, tanítanak bennünket a minél helyesebb motorhasználatra. A családi napon a szervezők népi játszóházzal, csillámtetoválással, arcfestéssel kedveskedtek a legkisebbeknek, de jóga, kreszteszt és különböző bemutatók is várták a megjelenteket a délutánig tartó programon, amely után sem teszik le a kék lovagok a motoros kesztyűt. Még júliusban Dunaszentgyörgyre fogunk ellátogatni gyerekeket motoroztatni. Az előző hónapokban is több helyen jártunk gyerekmotoroztatásra, motorsimogatóra, vagy elős adásokat tartani a közlekedésről gyerekeknek, vagy a múzeumok éjszakáján bemutatni. A következő programunk egy gyermekmotoroztatás lesz Dunaszentgyörgyön, ahol nagyon-nagyon szívesen járunk vissza, utána pedig a nyaralásé, a túrázásé lesz az időszak, és szeptemberben szeretnénk Kolozsvárra kijutni a nagy találkozóra ismét. A klub elnöke továbbá kiemelte, egy hatalmas társasjáték kis részesei a motorosok, akiket az autósok figyelmükkel, türelmükkel segíthetik az utakon, ugyanis a kétkerekűek és a négykerekűek vezetőit összeköti az utazás, a vezetés élvezete. Ezen a héten Eperjesi György, a Kalocsai Kéklovagok elnöke, Híradó Extra című műsorunk vendége, aki a múlt hétvégén megrendezett motoros vezetéstechnikai nap fontosságáról és a nemzetközi Blue Knights közösségről is beszél stúdiónkban, de azoknak is üzent, akik most szeretnének elmélyedni a kétkerekűek világában. Mint a Kalocsa TV is beszámolt róla, előző szombaton az érsekkertben tartották meg hagyományos motoros vezetés technikai és családi napjukat a Kalocsai Kéklovagok, melynek elnöke Eperjesi György a Híradó Extra című műsorunk eheti vendége. A klub vezetője a vezetés technikai képzések szerepe és az ezt a célt szolgáló rendezvényük története mellett azt is megosztotta, hogy milyen a határokon átívelő Blue Knights közösség. A közösség fantasztikus, tehát ha a jelmondatot nézzük, és az egyik jelmondatunk ugye a Ride with Pride, a másik jelmondat egy kicsit hosszabb, hiszen azt tartalmazza, hogy közöttünk nincsenek idegenek, csak olyan családtag, akivel még nem találkoztam. És ezt betartva olyan baráti közösségeknek lehetünk a része, egy olyan baráti közösségnek, családnak lehetünk a részei, amit elképzelni sem mertünk, hiszen már jártak nálunk Írországból, Angliából, Németországból, Franciaországból, Romániából, tehát nagyon-nagyon sok országból jártak, és mindannyian az első pillanattól kezdve már úgy beszélgethettünk, attól függetlenül, hogy nem értjük néha egymást, mint hogyha egy rég nem látott családtaggal beszélgetnénk. Tehát nagyon-nagyon családias a csapat. A teljes beszélgetés a július 12-én pénteken 19 óra 30 perckor kezdődő adást követően online is visszanézhető lesz a kalocsatv.hu weboldalon, ahol a Híradó Extra minden korábbi beszélgetése elérhető és megtekinthető. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk. Viszontlátásra!